Váradin, én Asszályi Márta vagyok. Kiko András vagyok. Soproni Tamás vagyok, az Ellenzék közös polgármesteri jöltje 6. kerületben. És az a szívügyem, hogy ebből a kerületből valami igazán eleven, derűs, működőképes helyet varázsoljak. Én, mint tőzsgyökeres tevézváros, látom és érzem a problémákat, éreztem mindig is, és érezem azt is, hogy mihez nehéz hozzányúlni, de mihez kell. A rendszer jön feléd az iszonyatos nagy erejével, meg a terjedelmével, és akkor te meg így kikerüld egy kicsit, és bemutatsz neki, hogy hello. Ha már ott tartunk, hogy polgármester vagy, megválasztak, bemész hétfőn dolgozni. Mi az első dolog, amit csinálsz? Erre van egy gonosz válaszom, ezt elsütöttem a fórumon, de tényleg őszintén izgat az, hogy vajon a Józsefváros szerkesztőségében ők abban, amit csinálnak, abban hisznek, ez egy küldetés számukra, lehet, hogy meg kell adni nekik azt az esélyt, hogy csináljanak egy tisztességes újságot. És akkor meglátjuk, hogy képesek-e rá, vagy nem. Nem, hogy látszik, hogy ez csak újságíró hát maradt, igen, ott van ez a... Tehát, hogy én ezt szeretném, ez a magunk számára is... Nem megyünk át, még a végén lekapcsolnak. Az első dolog az az, hogy ez a minimum programot természetesen be fogjuk vezetni az első ülésen. Az, hogy nekem most, mint ellenzéki politikus, vagy mint tervezési állampolgár, az, hogy én kikérjek adatokat az önkormányzat megújult honlapjáról egyébként, az kb. 45 napba telik nyilvánvalóan, hiszen kikérem, aztán meghosszabbítják egyszer, minden adat túl hosszú, tehát olyan nincs olyan adat kikérés, ami teljes többen az eredeti határidőn belül, az nevetséges. Az egyik az, hogy nyilvánosságra hozzuk az önkormányzati szerződéseket, és összehívjuk a helyi civileket, civil szervezeteket, hogy véglegesítsük az átláthatósági rendeletet. Nyilván vannak ilyen kötelező dolgok, hogy jegyző, saját csapatnak a kialakítása. A harmadik pedig, hogy vissza kell adni a képviselőtestületnek azokat a jogosítványokat, amelyek megilletik, főleg a vagyongazdálkodás meg a városüzemeltetés terén. A másik pedig még aznap befizetnék a kerületi iskolai közétkeztetésre, hogy én is onnan kapjam a kaját. Mire ennyire jó? Nem, ennyire rossz, de reménykedem, hogy ezek után jobb lenne. Ha mondjuk megvizsgálod az elmúlt 9 évet, van olyan, amit az előző városvezetés gyakorlatából megtartanál? Van, például az nagyon jó, hogy összes önkormányzati lakásnak adott az önkormányzat szénmonoxid mérőt. Igaz, hogy én javasoltam, de legalább megtörtént. És ezáltal ebben a gázfűtéses kerületben nagyobb biztonságban élhetnek az emberek. A Vitézi Dávid vezette BKK-nak a változtatásai, azok nem csak fiatalként érintettek, ugye az éjszakai közlekedés például nyilvánvalóan, hanem a futárral egyszerűen jobb lett, okosabb lett. És ez egyébként egy kulcs szó, és sokszor ez ilyen bunkósbotként is működik, hogy ezt okosabban kell csinálni, de igaz. Tehát van azok, amik nem kerülnek pénzbe, okosabban kell csinálni, de ami még jó szerintem, ami még most jól működik, hogy mondjak még ilyet, azt szerintem az időseknek nyújtott programok. Erre tényleg odafigyel az önkormányzat, ilyen van a Széchenyi fürdőbe viszik az idősebbeket, vannak operett előadások, ami téren esetleg. Szóval azt gondolom, hogy az időségre figyelni kell, csak éppen nem csak így. Igazából megközelítésbeli különbségeink vannak a legtöbb esetben. Mondok egy példát, közbiztonság. Uh-huh. Ugye ők nagyon erősen ezt a rendpárti cuccot tolják, ami tőlem nagyon-nagyon távol van. Ugyanakkor meg azt el kell ismernem, hogy Józsefváros már nem a bűn és a bűnfertője, tehát hogy valószínűleg ebből nem vissza kell venni, hanem csak át kell keretezni ezt a dolgot. Most mindenki azzal akar engem csőbe húzni, hogy akkor, hogyha én leszek, akkor visszajönnek a drogosok, és hogy majd lesz ismét drogprevenció, meg tűcsere. És én azt gondolom, hogy ezzel a dologgal azért kell foglalkozni a kerület lakosságának, mert hogy sokkal nagyobb a baj, mint a kék pont idején. Az biztos. Van ez a bioherbát. Igen. Ami sokkal veszélyesebb és nagyon olcsó gyerekekkel, tehát hogy több generáció használja,
ott van a legszegényebb negyedekben, ezzel valamit tenni kell, és ezt nem fogod tudni rendőrrel megoldani. Azt azért a Fidesz-KDNP kormány az elmúlt jó néhány évben szép fokozatosan elérte, hogy maga az önkormányzatiság veszítsen az erejéből, elvettek nagyon sok mindent, jogköröket, hatásköröket. Van még erő az önkormányzatokban? Abban van erő, hogy az önkormányzati képviselőket, polgármestereket emberek választják. Egy polgármesternek a demokratikus legitimitása egészen erős. Ha egy adott városnak a vezetésére a helyben élők megbíznak valakiket, legyen azok adott esetben ellenzékiek, akkor hogy jön ahhoz a kormány, hogy ezeket az embereket diszkriminálja? És abban a percben, hogyha ezt a kérdést ebbe a keretezésbe kezeljük, hogy a kormány nem velem babrál ki, hogyha ilyesmit csinál, hanem azzal a 26 ezer emberrel, akit él az első kerületben, akkor látszik az, hogy ez egy tarthatatlan hozzáállás a kormány részéről is. Egy ellenzéki polgármesternek nem kell jóban lenni a kormánnyal, és nem kell kuncsorogni a kormánynál, és nem kell óvatosnak lennie, hanem beszélhet őszintén, világosan, tisztán, megpróbálhat egy korrekt kapcsolatot kialakítani a maga részéről. Én azt sem gondolom, hogy ellenségesnek kell lenni a kormánynak, én azt gondolom, hogy meg kell próbálni egy korrekt szakmai kapcsolatot kialakítani. Ha nincs fogadókészség a túloldalról, az nem az én hibám lesz. Szerintem, hogyha nem lenne meg a többség a fővárosi testületben, ami én azért meglepődik. Én bizakodó vagyok, egyrésztről azért, mert én hiszek Karácsony Gergelyben. És abban, hogy ő is komolyan veszi azt, hogy van egy csapata, akivel együtt dolgozik a kampány során is. De ha mégis előfordulna az, hogy én megnyerem, de kisebbségbe szorulunk a fővárosi testületben, akkor szerintem szerencsére az önkormányzatnak megvan az a költségvetése még, amiből helyben meg tudunk valósítani a programomnak 90%-át. Nem mindent. Tehát például a Podmanicki Park, ami egy nagyon fontos programpontunk, ehhez együtt kell működni a fővárossal, és együtt kell működni a kormánnyal is. És én még mindig látok annyi erőforrást és látok annyi lehetőséget, amivel őszintén és tényleg komolyan azt gondolom, hogy fontos pontokon be lehet avatkozni az emberek életébe, és pozitív változásokat lehet elindítani. Abban, hogy egy önkormányzat hogyan kezeli az együttélésből fakadó problémákat, milyen mintát ad, abban nagyon-nagyon sok lehetőség van. Nagyon gyorsan, tényleg azt hiszem, hogy nagyon gyorsan át lehet fordítani egy adott kerületben a közhangulatot. A Fidesznek a hatalomgyakorlása az mindig az erőre, az egymással való szembeállításra alapozódik. Szerintem egy másfajta gyakorlatnak legalább ugyanekkora létjogosultsága van, és ez nem kerül semmibe. Ha akár az országos sajtót nézzük, akár mondjuk egyes helyi kampányokat, azért rendre megjelenik, hogy a kormánypártok egy ilyen nagyon erős negatív kampánnyal támadják az ellenzéki jelölteket. Itt van ilyen, te érzel magad fele egy ilyen irányuló negatív kampány? Igen, hallottam már azt, hogy migránsokat akarok betelepíteni a kerületbe. Szerintem anélkül nem is elképzelhető egy ellenzéki jelölt. Igen, ekkor éreztem meg, hogy komolyan vesznek. Azért az nagyon szembetűnő, hogy teljesen mindegy, hogy merre járunk a Józsefvárosban, tel van sár a botond arcával az összes minden. Mennyire érzitek, akár csak így a kampány során ezt a fölényt, a kormánypárti fölényt? Nagyon, de hát nem arra készültünk, hogy ezt az önkormányzati választást médiával fogjuk megnyerni, vagy plakáttal fogjuk megnyerni, vagy utcai jelenléttel fogjuk megnyerni, hanem arra készültünk, hogy ötlettel, kreativitással, és hát legesleginkább lábbal, nagyon sok aktivistával. Úgy álltunk bele ebbe a csatába nyilván, hogy Dávid és Góliát, tehát ez, de Karácsony Gergőtől elkezdve mindenki ezzel így van. Ilyen végtelen erőforrás, végtelen csatorna, végtelen propaganda, és én ennek ellenére azt látom, hogy szerencsére az emberek responszívak a mi válaszainkra, amit a kérdéseikre adunk, De mondjuk nyilván nekünk nem ad el reklámhelyet az ESMA, vagy nekünk nem lesznek olyan szép elefántfüleink, mint a Hassai Zsófiának ezeken a villanyoszlopokon. Ez van. Viszont mi már egyszer
kétszer teljesen lejártuk a kerületet, minden ajtón bekopogtattunk, és még lefogjuk egyszer a választás napjáig, és aztán meg a választás napján még a szimpatizánsainkat meg kell látogatnunk, hogy arra búzítsuk őket, hogy eljöjjenek, és én ebben hiszek, és ebben ezt a jelöltjeink csinálják, úgyhogy szerintem ez sokkal többet ér. Ugye nagyon sokat beszélünk most arról, hogy nagy a tétje ennek az önkormányzati választásnak. Szerinted mi a legnagyobb tétje most ennek a körnek? Két hatalmas tétje van. Az egyik tétje az közvetlen, kerületi. Az, hogy itt a kerületiek rovására továbbra is a Fidesz gazdagszik, vagy pedig a kerületi önkormányzat innentől kezdve az itt élőknek az érdekeit fogja szolgálni. Ez az egyik része a tétnek. A másik tétje pedig az, hogy tovább mélyül-e a válság, a lelkek válsága az országban. Az a reménytelenség és félelem és elszigetelődés, ami eddig zajlott, hogy tovább mélyül-e az a lelki válság, hogy a Fidesz legyőzhetetlen. És én azt gondolom, hogy a Fidesz legyőzhető, és le is akarom győzni. Ez az utolsó esély arra, hogy valamit visszavegyünk a demokratikus deficitből, és azt gondolom, hogy az önkormányzatok azok az alkalmas terepei annak a folyamatnak, amivel ezt a rendszert vissza lehet fordítani egy demokratikus irányba. Azért azt ne felejtsük el, hogy 2006-ban az egész történet úgy kezdődött, hogy a Fidesz agyon nyerte magát az önkormányzati választásokon, rátelepedett az intézményrendszerre, használt annak az erőforrásait, és ebből építkezett a 2010-es kétharmados győzelemre. Szerintem az önkormányzati választás most legalább annyira fontos, mint amennyire volt a 2018-as kihagyott esély az országgyűlési választásokon, vagy az európai parlamenti választás. Beszélünk most már 6 éve mondjuk az összefogásról, mondjuk 13 óta úgy nagyon hangosan, vagy talán 12 óta is, és szidjuk is az összefogást, sokan szidják, és a tény az, hogy soha nem történt még meg. Amit eddig szittunk, az ugyanis más volt. Az ott volt pártoknak a szövetsége, együttműködése, de soha nem volt egészen a mai napig, vagy mostanáig az a pillanat nem jött el, amikor minden pártra rájött, inkluzíve az LMP és a Momentum is, hogy ez egy olyan rendszer, amivel szemben csak egy együttműködéssel lehet nyerni, és amivel szemben együttműködni kell, ez kötelességünk. Az a helyzet, hogy én ezt egyfajta próbának tekintem, vagy nem is tudom, hogyan mondjam. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatiság eleve arról szól, hogy nagyon-nagyon sok szempontot és szereplőt megpróbáljunk összehangolni. Legkülönbözőbb ágazati kérdések kerülnek elő, mindenhez kell valamilyen szinten érteni, és ezeket a szereplőket és ezeket az ágazatokat össze kell tudni hangolni. Úgyhogy most egyfajta pilot programban vagyunk, hogy hogyan tudunk 6 pártot, civil szereplőket, főpolgármesteri kampánycsapatot, kerületi civileket és szereplőket összehangolni, hogyan tudjuk megtalálni azokat az érdekeket és jó irányokat, ami mindenkinek végül is elfogadható. Te nem csak a C8-nak vagy a polgármester jelöltje, hanem te az ellenzéki összefogásnak vagy a polgármester jelöltje, ami ugye feltételezi azt is, hogy az összes párt, aki beállt mögéd, segíti a munkádat. Ez hogy néz ki egyébként a gyakorlatban? Számomra az volt a fontos, hogy mind a programnak a kialakítása, mind pedig a kampány stílusának, üzeneteinek a meghatározása alapvetően tőlem függjön, tehát hogy ez egy alapvetően civil kampány legyen. És meg kellett határozni azt, hogy a pártoknak ebben a történetben mi a helye, és hogy találják meg magukat, és ezzel sokat bíbelődtünk. Ez a kerület pártpolitikai szempontból eléggé leépült. Tehát, hogy a pártok meggyengültek, keresik önmagukat és a lehetőségeiket, és szerintem a civil politizálás, amely nagyon sok újfajta politikai vagy viselkedési formát hozott be, a számukra is inspiráló tud lenni. Mindazok a helyi ellenzéki politikai erők, helyi civil szervezetek, aktív civilek, helyben lakók mind képesek és akarnak együttműködni. Nekünk itt egy nagyon erős és jó programunk van. És mindenki elégedett ezzel a programmal? Mindenkinek minden kis nünükéje benne van? Most nem azt mondom, hogy nincsenek olyan vitás részletkérdések, amiken nem beszélgettünk nagyon sokat.
az maradt benne, amiben mindenki azt tudta mondani, hogy jó, ezt így ebben a formában el tudja fogadni. Aztán az, hogy majd a megvalósításkor ez egész pontosan, szövegszerű jogszabályban hogyan fog megjelenni, az nyilván egy következő egyeztetési folyamatnak lesz a kérdése. De az, hogy milyen irányba akarunk menni, hogy mik a céljaink, hogy hogyan akarunk dolgozni, az elég egyértelműen benne van, és abban egyetértünk. Úgy tudunk együttműködni, hogy tényleg egymásért is dolgozunk, és nem merül fel, én úgy érzem, ilyen kérdés. Együttműködtünk a program kialakításában is. Nyilván szerintem ez valószínűleg mindenhol így van, hogy a polgármester jelöltnek van lehetőség arra, hogy nagyjából meghatározza a vonalakat, de azért minden alapvetésben nagyjából egyetértettünk. Nem félő egyébként, hogy így maga a párt politizálás feloldódik ebben az együttműködésben? Tehát pártok vagytok, mindenki külön párt, külön büdzsével, külön aktivistákkal, stb. Most ugye mindenki mindent beletesz a közösbe. Ez ennek a folyamatnak a kihívása egyébként, tehát ezzel naponta szembesülünk. Magam azt gondolom, hogy én egy olyan demokráciában hiszek, ahol sok pártrendszer van. Tehát a két pártrendszer az nem annyira áll közel hozzám. Most pillanatnyilag egy imitált két pártrendszert kell megvalósítanunk ahhoz, hogy majd legyen egy olyan demokráciánk, ahol a sokpártiság érvényesülni tud. Ez egy olyan kampány, amely miközben zajlik, a közben egy közösséget épít. És tényleg felebelő, hogy elindultunk valamikor szeptemberben 8-10, és most, ha jól emlékszem, akkor 150-160 körül vagyunk már. Nagyjából 50 aktivistával dolgozunk együtt, és természetesen van egy szűkebb értelemben vett kampánystáb, vagy kampánycsapat. A kampánystábban minden szervezet delegált tagot. És hogy működik, hogy mindenki azt dobja, amilyen van, az bedobja? Van három emberem, elküldöm, nekem meg van egy rólapom, akkor én azt kirakom, vagy hogy? Nem, egységes kampányt folytatunk, tehát itt a 10 körzetben és a polgármesteri kampány egységes kampányként jelenik meg. Tehát valójában az van, hogy az egységes kampányban vannak meg a kampány elemek, amiket együttműködésben finanszírozunk, egységesen jelennek meg, és azzal mennek az egyes aktív jelöltjeink a körzetekben, és azzal dolgoznak. Ugye minden képviselő jelölt felel a saját körzetéért természetesen, de én azt látom, hogy ki is segítjük egymást. Tehát, hogy ha egyik nap szüksége van egy LMP-s jelöltnek mondjuk egy a jobbikosoktól segítségre, akkor mennek és segítenek. Egy momentumost sokra van szüksége a fiatalokra egy DK-s jelöltnek, akkor mennek és segítenek. És honnan a pénz? Mennyi egyébként egy ilyen kampánynak nagyjából a költsége? Hát nem tudok nyilatkozni, hogy máshol mennyi a költsége, itt néhány millió. Igen, néhány millió forintról beszélünk, ezt a pénzt azt nyilván a résztvevő szervezetek, civilek, illetve a helyi támogatók adják össze. Van egy ilyen jól felépített lokálpatrióta feelingje is a dolognak. Egy párt azt mondja, hogy mert már megint nem lesznek óriás plakátjaink, a civilek azt mondják, hogy jó, akkor csináljunk urinókat, és az emberek akasszák ki az ablakokba, és ez működik. Tehát, hogy a rendszer jön feléd az iszonyatos nagy erejével, meg a terjedelmével, és akkor te meg így kikerülöd egy kicsit, és bemutatsz neki, hogy hello. Azt nem tudom, hogy ezzel lehet ellensúlyozni ezt az elképesztő média és anyagi fölényt, tehát pénzről, ha beszélünk. Júniusban kezdtük el a kampányt, és most vagyunk szeptember elején, és eddig a közösségi gyűjtésünk az ilyen 1.600.000-1.700.000 forint, ami egy kampány költségvetéséhez nem sok, de arra elegendő, hogy a kampányt folyamatosan életben tartsuk, mozgásban tartsuk, de ehhez az kell, hogy mindenki iszonyatosan sok önkéntes munkát rakjon bele. Mi nem most pár hónapra tervezünk, hanem ugye 5 évre. És ha most nem fektetjük le ezt a programot, nem fektetjük le az alapokat, akkor utána igaza lehetne a Fidesznek, hogy itt acsarkodás lesz meg. Ha most viszont tisztázzuk, hogy milyen irányba fogunk menni, akkor utána sem lesz már vita, vagy vita lehet, de veszekedés minden esetre nem. És én azt látom, hogy ez így működni fog. Egyébként neked személyesen mekkora változást hoz ez az egész az életedben? Iszonyatosan nagy flash. Elképesztően nagy flash.
Éppen tegnap beszélgetünk, volt tegnap egy ilyen családi vacsora a srácokkal meg a párommal, és a páromról tudni kell, hogy ő is újságíró, illetve a önkéntese a C8-nak. És ő is ugyanezt mondta, hogy elképesztően nagy flash csinálni ezt az egészet. Tehát, hogy nagyon sok szeretet, meg pozitív energia van ebben a kampányban, meg ebben a civilségben. Mindenki tolja, és akkor majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Nagyon nagy, én soha nem dolgoztam ennyit őszintén, tehát hogy nagyon-nagyon. Ez ilyen reggel 6-kor kelek, és 10-nél hamarabb nem fekszem le. És van egy ilyen belső frusztráció is, hogy annyi ember dolgozik ingyen, a szabadidejét föláldozva a sikeremért, hogy egyszerűen nem engedhetem meg, hogy ledolgozzak náluk legalább kétszer annyit. Uh-huh. Ez egy ilyen belső kényszer, úgyhogy nagy változás, tehát hogy én alapvetően egy ilyen nagy lusta medve vagyok, de ehhez képest most itt folyamatosan teperek. Én azt látom, hogy egyébként ez a lelkesedés, majd ez a csapat, mindenki a saját maga erőforrásait használja, ez pozitív is. És én azt is gondolom egyébként, hogy az embernek meg kell tartania hosszú távon is, ha politizál, valamit a külvilágból. Tehát nem lehet csak politizálni, nyilván egy polgármesternek nem lehet ugye céges tulajdona például, tehát én nem tudom folytatni ilyen módon a fordítást, de mondjuk a fordítást szeretném valamilyen szinten, legalább hobbiból szoktam műt fordítani, legalább verset, de valami, ami nem a politikához köt, mert az ember egyrészt megőrül, másrészt meg a politikusokban van ez a fontosságérzet, hogy ők aztán megváltják a világot, ami szerintem az eltelt évek során egyre több, és én ebből nem kérek köszönöm, én egészséges, mentálisan is egészséges ember szeretnék maradni, ami ezért kell. És neked vannak mélypontjaid egyébként? Nyilván mindenkinek vannak mélypontjai, azt gondolom. Vannak, van, amikor elfáradok, van, amikor nagyon húzós egy nap, van, amikor nagyon sok az impózós, van, amikor nagyon soknak tűnik a megoldatlan kérdés. Az a tapasztalatom egyébként, hogyha ilyenkor van egy pici idő pihenni, befele fordulni, leülni, végigbeszélni, végig gondolni nyugodtan, akkor megoldást lehet találni ezekre is. De nyilván nem minden nap egyformán hurrá optimista, de összességében én nagyon bizakodó vagyok. Volt egy mélypont közvetlenül a kampány kezdete után, amikor kaptam egy kommunikációs képzést. Ugye, ami azért volt egy nagyon pervers dolog, mert hogy én ezzel foglalkozom, tehát az akasztják a hóhért, meg nem tudom, minden eszembe jutott, lehet nekem mondani. És akkor kiderült, nagyon jó trénerek voltak, kiderült, hogy egyetlen egy helyzetben nagyon jól működök, amikor keményen kérdeznek szakmai kérdéseket, mert ott felkészült vagyok. Uh-huh. Nagyon rosszul működtem akkor, hogyha kollega kvaterkázott, és nagyon rosszul működtem akkor, amikor ez a szemétkedős interjú volt, aminek az üzenete az, hogy hát jó műsort már vezetett, de hát várost azért nem. És akkor ilyen passzív-agresszív hülye lettem. És nem értettem nagyon sokáig, hogy miért. És aztán volt két segítő beszélgetésem, amiből végül rájöttem, hogy újságíróként 30 éven keresztül nem volt kérdés a kérdezői pozíciónak a legitimitása, tehát a demokratikus megerősítés. Én, mint ahogy te is most, a munkádat végzed, és az emberek a te nézőid, olvasóidnak a kérdéseit teszed föl, őket képviseled. És engem ez iszonyatosan megnyugtatott. És tulajdonképpen a megfejtés az volt, hogy nem volt meg az a megerősítés, hogy tulajdonképpen mit is keresek én itt, tehát hogy ki áll mögöttem, kit képviselek. És a beszélgetés, az egyik segítő beszélgetés az azt mondta, hogy ne magadról gondolkodjál, hanem fordítsd át a nézőpontot, és azokat lásd, akiket majd képviselni fogsz, akik a józsefvárosiak. Az nagyon sokat segített. Hát 2018 áprilisában, igen. Hát én ott, ahogy mondjam, ott úgy éreztem, hogy ez a szuper lesz, hogy ez most komoly. Aha. Ez volt az érzés szerintem, hogy széllel szemben megyünk, és
és hiába fektettünk be minden energiát, jártuk be az országot, akár momentumként, de hogy nekem az volt ijesztő, amikor ismerősök gyerekei például jöttek haza az oviból migránshozva. És ezek után, miután ez megtörtént, ezek után nyer a Fidesz még egyszer kétharmaddal, az így basszus. És akkor az, hogy ilyen mély pont volt, és aztán sokat gondolkoztam én a saját politikai működésemen is, és azért is döntöttem úgy egyébként, hogy helyben akarok politizálni, mert a helyi politika, és ezt a minden kopogtatásnál is érzem, ez sokkal közelebbről szól az emberekről. És abban hiszek, és abban bízom, hogy sokkal közelebbről tudunk segíteni minden egyes embernek, minden egyes Terézvárosinak ebben az esetben. És itt még van mozgástere arra az önkormányzatnak, hogy segítsen, és a Fidesszel szembe menjen, nem csak a gyűlöletkeltésben, mert abban is, de egy szociálisabb önkormányzat kialakításában például ezt írtam írtam egy manifesztót, amiben arra gondolkodom, vagy azt írom le, hogy miért kell politizálni, és mi az, ami hiányzik a politikában, és szerintem ez nagyon. És mi az, ami feltölt? Az emberek. Az itt élő emberek. Az, hogy naponta kapom a nagyon pozitív visszajelzéseket telefonon, utcán sétálva, e-mailekbe. Az, hogy az embereket érdekli, hogy mi van, hogy elkezdtek foglalkozni a kerületi ügyekkel. Az, hogy együtt gondolkodnak velünk egy programalkotáson, hogy eljönnek az eseményeinkre, hogy egy picit így visszatér az álmok csillogása a szemükbe. Tehát, hogy olyan emberek, akik egy-két évvel ezelőtt még legyintettek volna arra, hogy lehet változás, most itt vannak és dolgoznak, és van bennük elszántság. De volt egy személyes megerősítés, ami ilyen teljesen véletlenül jött. Én Gyulai vagyok. Na, tessék! Te se vagy budapesti. Én se vagyok, nem vagyok igazi budapesti. Gyulán az én családom az egy ilyen református kálvinista család, mindenki földdel foglalkozott, és eljárt a templomba, presbiterek voltak, meg ilyen gazdasági vezetők, tehát hogy ilyen választott tisztségeik voltak. És a nagymamám mindig ilyen ünnepeken elvitt Isten tiszteletre, amit én rettenetesen untam, és azért mentem csak el, mert hogy utána oda lehetett menni, van a templom, tehát a szószék előtt egy ilyen elkerített rész, és ott van egy keresztelő medence, márványból. És annak a keresztelő medencének az oldalán az van, hogy adományozta Pikó András, és neje 1853 talán. És akkor engem iszonyatosan nagy büszkeséggel töltött el, hogy ott van a nevem, tehát hogy mi adtunk valamit. És akkor most kaptam az öcsémtől egy fényképet a keresztelő medencéről, és ez úgy sokat is nézegetem, mert hogy olyan nagyon erős üzenete van. Így valószínűleg az az ősöm, aki ezt eldöntötte, és nagyon sok pénzt áldozott erre, presbiter volt egyébként, az tulajdonképpen ugyanazt a programot hajtotta végre, amiben most én is vagyok. És ennek két nagyon fontos lényegi pontja van. Az egyik, hogy dolgozz a közösségedért, a másik pedig, hogy vállalj felelősséget a jövőért. 1850-valahányban egy református presbiter számára ennek a tárgyiasítása az volt, hogy adok egy keresztelőmedencét, ahol a kis reformátusokat majd megkeresztelik, nálam meg ez a polgármesterség. És amikor úgy egy kicsit elfáradok, akkor ez például egy olyan sztori, amiből úgy sok erőt tudok nyújtani. Van olyan pontja ennek a kampánynak, amire azt mondod, hogy ezért érdemes volt elkezdeni? Szerintem az utáni lévő munkának lesz olyan pontja, én abban bízom. Tehát, hogy nagyon sok olyan emberrel találkoztam, egyéni sors tragédiákkal, és olyan emberekkel, akik nagyon alacsonyra jöttek, és küzdöttek, és pofont kaptak az államtól, és visszaküldte őket. És én azt hiszem, hogy ezeken az embereken tudunk segíteni. És akkor még van persze nagyon sok minden, mert nem csak a szegénységről kell persze beszélni, mert előbb beszéltünk ugye a gyűlöletkeltésről, és ez minden területen megjelenik,
az LMBTQ emberektől elkezdve a rasszizmuson át, nem a helyi Fidesz vádolom egyébként az utóbbival, előbbivel talán, de az, hogy mindenkiért kiállni minden nap, az nem egy évente egyszer kell. Tehát nem meg kell jelenni a Roma Holokausz napján, vagy még az elmegy a Pride-re egyszerűen ember, hanem ennek is egy horizontális dolognak kell megjelenni az önkormányzat működésében is például. És hogy most nagyon sok felemelőt csinálta a kampányban, és azt látni egyébként, mennyi ember dolgozik, és hisz bennem, hisz abban, hogy én, mint egy eszköz végre tudom hajtani azt a feladatot, amivel megbíznak ők, és ez önmagában egy ilyen marha nagy nyomáshelyezés nyilván, és nagyon jó érzés, és nagyon melengető érzés. De az igazi feladat és a szépsége, én abban bízom, az majd utána is jön.